Híni tetszenek vagy nem, de 5 órája vagyunk itt együtt, és azt kell mondanom, hogy ez alatt az 5 óra alatt rengeteg drámai dolog történt, hiszen olyan ügyeket hallottunk, amelyek még az itt lévő szakértők számára is rengeteg újdonságot jelentettek, amikor egy másik előadó egy másik állatcsoportról vagy növénycsoportról beszélt. Úgy érzem, hogy nagyon sok olyan dolog Hangzott el itt, amire a legtöbben soha nem is gondolnánk akkor, amikor a Városligetben sétálunk. És hát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy most akkor értőbb szemmel látunk valamit, de, de tényleg erről van szó. Uh, hanem, hanem arról is, hogy kinyílnak itt a Városliget parkjának a tervezése számára is olyan uh, nagy léptékű kérdések, amelyek hát arról szólnak, hogy hát ugye itt végül is, amikor egy parkot tervezünk, valami jövendőbeli élővilágot is tervezünk, de vajon milyen is ez az élővilág, és milyen eszközök vannak ahhoz a kezünkbe, hogy szabályozni tudjuk ezt az élővilágot. Nem mondom, hogy a növények szabályozásánál egyszerűbb a helyzet, de azért egy fa azért úgy jobban tetten érhető, és úgy könnyebb rámutatni, de ha arra gondolunk, hogy ugye a Városligeti tónak a bővítésénél az egyik szempont az volt, hogy hát térjünk vissza ahhoz a történelmi park szerkezethez, ami hajdan volt, másrészt pedig ugye éppen a mikroklimatikus hatások miatt is növeljük meg ezt a vízfelületet, tegyük az egészet érdekessé. Most ezt az érdekeset most egy kicsit úgy érzem, mint, a, mint hogy egy, egy ilyen alien filmet néznénk. Ki tudja, hogy milyen szörnyetegek fognak itt előmászni ebből a víztükörből, a különböző kígyófejű halaktól a laligátor teknőksökig bezárólag, amelyek egyáltalán nem veszélytelen jószágok. De hát ugye a nagy kérdés mindezek mellett az is, hogy hát hogyan lehet ezt a az élő rendszert, nem csak megpróbálni úgy beállítani, hogy változatosabb legyen, mert hogy látjuk, hogy van egy nem kívánt változatosság is, de a másik ágon meg van egy vágyott diverzitás és sokszínűség és sokféleség. Ugye eddig, amíg arról gondolkodtunk, hogy a park legyen biológiailag sokkal többet tudó, sokkal értékesebb, ugye ezekkel a több búvóhely az élőlények számára, több szintű növényzet, ami nyilván a madárvilág szempontjából előnyös, bizonyára az emlősöknek is. Ugye a tóról eddig úgy gondolkodtunk, hogy hát ugye ha, ha bővül a tó, de jó lesz az, mert hát akkor majd jöhetnek a, a, békák, meg a gőték és a többiek, és de jó lesz itten a kurutyolnak majd esténként a koncertek, Zenéjébe, de hát ez nem ilyen egyszerű, hogy halljuk, nem egyszer arról van szó, hogy majd akkor jönnek a békák, hanem hát jönnek a különböző invazív rákok, akik fölfalják őket, és ki tudja, hogy kik jönnek még. Szerintem olyan izgalmas kérdések is kinyílnak, hogy hát egyáltalán ennek a tónak a... A, nem egyszerűen csak a víz mennyisége a kérdés, hanem a minőség oldaláról nem csak a szennyezettség, vagy az ásványi tartalma, az is, hogy milyen a hőfoka. És vajon mi az, amit ebben racionális megcsinálni? Ugye sok esetben azt mondja az ember, hogy ott van egy elvesző energiatartalom, de hát az nem csak pocsékba menő energia, hanem másik oda nagyon nagy biológiai kockázatokat generáló olyan környezeti változás, ami hát éppen ezt a fajta endemikus, speciális panon biogeográfiai faunát is képes sok tekintetben rombolni. És ha úgy vesszük, hát nyilván nem ez az egyetlen termáltó, ha úgy tetszik Magyarországon, hanem jó pár van, amelyek ugyanilyen gócpontjai lehetnek ezeknek az iradiáló invázióknak, különböző exotikus lények megtelepedésének, ami hát egy európai szintű problémát is képvisel. Hát vajon ezekre hogyan lehet a park tervezés folyamán, valamilyen módon válaszolni, és így fel van adva a lecke a Garten stúdiónak is, akik szerintem tegnap este még úgy feküdtek le, hogy nyugodtan alhattak, hogy ilyen tekintetben nincsenek gondjaik, de hogy hogy fog ma a szlosszjár úr, azt most nem tudom, de biztos, hogy ezek roppant érdekes, izgalmas kérdések, és Hát ha ma nem lettünk volna együtt, nem kezdünk ezekről a dolgokról beszélni, akkor lehet, hogy csak 5-10 év múlva kerülnek ezek majd azt arra, amikor már minden tekintetben késő lesz. Hát nagyon szépen köszönöm az előadóknak, hogy beavattak minket ezekbe a titkokba. Amit ők elmondtak, az nem száll el a légbe, az előadások teljes anyaga, a Ligetpark Fórumon már kialakult szokásoknak megfelelően ezúttal is hozzáférhető lesz a Miniszteri Biztosi honlapon a www.városligetpark.hu címen. És jó lehet, igen későre jár már, de nagyon köszönöm mindazoknak, akik kitartottak és részt vettek ebben a nagyon izgalmas tudásszerző akcióban. A kitartó figyelmet, és egyben arra biztatom őket, hogy a jövőben is kísérjék figyelemmel a Liget Parkjának a megújulását, és legyen szemünk és fülünk meglátni, meghallani a velünk együtt élő kisebb-nagyobb lények jelzéseit, olyan társainkét a Ligetben, akikből szeretnénk, vagy hogy többen legyenek, vagy hogy kevesebben, de hogy akikből szeretnénk, hogy többen legyenek, azok minél jobban érezzék magukat a jövőben. Köszönöm, hogy együtt voltok.